Köszöntöm Önöket, ez itt a Sziaszt a Nyíregyházi Televízióban, maradjanak velünk, hiszen rövidesen majd érdekes témákról beszélgetünk, többek között karácsonyi koncertekről, aztán itt jártak pilóták a Nyíregyházi Egyetemen, természetesen beszélgettünk velük, aztán István Istvánt várjuk a Móricz Zsigmond Színházból, illetve ellátogatunk a Senior Örömtáncra is, úgyhogy érdemes velünk maradni. Mindenek előtt azonban Cserési Beatrix és Szécsi Norbert a vendégünk, akiket szeretettel köszöntünk. Nagyon készültök már a jövő hétre, hiszen titeket is lehet majd hallani a Kossuth téren. Ugye folyamatosan mennek az adventi műsorok, és ti is felléptek majd. Pontosan mikor lesz a ti koncertetek? December 9, tehát ez jövő hét pénteken, és hogyha jól tudom, akkor fél öttől. Uh-huh. És akkor ugye te zongorázol, Betty pedig énekel. Igen, néha éneklek is egyébként, de az csak ritkán, inkább Betty lesz az énekes. Uh-huh. Milyen repertoárral készültök? Betty. Hát bármilyen meglepő, főleg karácsonyi nyilván. A karácsonyi dologkal. Ilyen adventi időszakban karácsonyi, vagy a karácsonyhoz kapcsolódó, vagy azokat az érzéseket kifejező dalokkal. Egyébként mi már csináltunk egy ilyen műsort 2019. decemberében együtt, az egy órás műsor volt, úgyhogy lesznek átfedések a mostaniban, de azért próbálunk új dolgokat belevinni. És hát most ebben az évben például fontosnak tartottuk azt, hogy ne csak ez a melankólikus, persze a karácsonynak nagyon szép a mondani valója, és akkor főleg lassabb dalok íródnak, de most próbáltuk belevinni, hogy egy kicsit a könnyek helyett egy kis vidámság, nevetés, úgyhogy így próbáltuk változatosan összeállítani a programunkat. Én azt gondolom, hogy az úgy kerek az egész, hogyha az ember ott van a Kossuth téren, iszik egy forraltbort, eszik egy kürtős kalácsot, egy sült kolbászt, vagy bármit, közben pedig szól alatta egy jó zene, akkor egészen sok időt el lehet tölteni. De akkor ezek szerint nem csak a melankólikus dalokkal, hanem picit vidámabb, akármi táncra is lehet perdülni, hogy karácsonykor nem nagyon szokás, de hát. Érdekes egyébként számomra mindig az ilyen adventi műsorok, hogyha van ilyen felkérésünk, ezeknek az összeállítása, mert mindenféleképpen arra törekszünk, hogy ünnepélyes legyen, szívhez szóló legyen. Ilyenkor egy kicsit meglassulunk, de ugyanakkor tudom azt, hogy ez töményen egy fél órán át. Az sem jó. Tehát, tehát ugye pontosan, ahogy Betty mondta el, mi azért igyekszünk mindig belecsempészni pár olyan dalt, ami bár ünnepi, de vidámabb. És van ilyen sok egyébként, magyar dalokba is, külföldiekbe is, és hát egy kis jó kedvet is lehet varázsolni ott arra az estére. Te több felállásban is zenész azért. Igen. Egyedül is, zenekarban. Igen. Is. Hogy találtatok egymásra Bettyvel? Hogy találtunk egymásra? Hát ez már nagyon, nagyon régi történet, tehát ez azért nem tegnap volt, mikor mi elkezdtünk együtt dolgozni Norbival. Gyakorlatilag én is több felállásban, tehát én is vagyok zenekarokban és színházokban, és én úgy gondolom, hogy aki egy kicsit ismer, az tudja, hogy meg szerintem mindkettőnkről, hogy azért mi mindig a felkéréseknek, vagy a város kulturális életébe, vagy zenei életébe megpróbáltunk mindig eleget tenni. Tehát ha közre lehetett működni ilyen-olyan produkciókban, ezt a mai napig elmondhatjuk, mert most is vannak olyan közös estéink, amikre ugye felkérnek minket, akár az Operett világnapján operettes műsort csinálunk, egy chanson estet csinálunk, most egy karácsonyi műsort csinálunk együtt, és ezen kívül nyilván van, ami a vendéglátáshoz köthető, ami konkrétan a zenekarok. És hát én azt gondolom, hogy mi úgy találtunk egymásra, hogy ismertük egymást szakmailag, régen még a rádióba is, igen, a rádióba is hívott Norbi ilyen felénekelni reklámokat, azt hiszem az volt az első, még kisebb, még ennél is kisebb lány voltam, amikor ez a projekt elkezdődött, és akkor utána, amikor én is bekerültem a zenekaros világba, akkor pedig ott már van átjárás, tehát ott már gyakorlatilag ő felkért engem, hogy akkor lehetne, hogy velük is, vagy vele is zenéjek. Azt hittem, hogy valami ütősebb történet lesz, hogy ültél egy mandala előadáson, meglátod, hogy ez a lány, ez kell nekem. Igazából ezt, amit Betty elmondott, ez egyébként majdnem így volt. Nem így volt, akkor bocsánat, én mindig az unalmas hivatalos részét mondom, és ő a szórakoztató. Tehát nem, egyébként nagyjából úgy volt, hogy ezelőtt, hát
nem akarok évszámokat mondani, mert ne akkor elállom sok mindent. Régen. Mondjuk az, hogy régen, és akkor az ilyen relatív. Egyébként én Bettit úgy ismertem meg, hogy kezdő énekesnő, és mint utólag kiderült, színésznőként zenéltek egy belvárosi szórakozó helyen, ahol én is zenéltem, csak más napokon, és véletlenül egy este, amikor ők ott voltak, bementem. És így meglepett, hogy ki ez a lány? Tehát, és ott utána érdeklődgettem, mert hogy ugye nagyon-nagyon feltűnő volt, hogy szép, fiatal, ügyes, nagyon-nagyon-nagyon szép hangú lány volt, Betty már akkor is, ez nem változott azóta sem egyébként semmit egyik tulajdonsága sem. És aztán utána, ahogy beszélgettünk, kiderült, hogy ő színésznő is, tehát nem csak énekesnő, és én úgy gondolom, hogy egy műsorhoz, vagy egy kicsit intellektuális a belőadáshoz, azaz úgy gondoltam, hogy jó, hogyha van egy olyan tehát előadónk, aki egy kicsit színésznő is, énekesnő is, máshogy én például imádom azt, ahogy meghajol. Tehát amikor taps van, tehát, hogy azt én minden zenésztársamnak elmondtam, hogy meghajlást tessék megnézni Cserési Beatrixet, hogy hajol meg, utánozhatatlan. Nem akarom lelőni, ezt majd aki ott lesz a Kossuth téren aznap este, majd akkor meglátja. Jó? Ugye egy fél órás műsorral készült, hogy jól tudom. Nehéz dolog volt kiválasztani, mert azért fél óra villámgyorsan elmegy, hogy mi az, ami kimaradjon, mert gondolom ilyenkor inkább az van, hogy ú, de még ez a dal is jó lenne, és ez még jó lenne, stb. De ez már nem fér bele. Igen. Nehéz, nem? Nehéz, az, hogy fél órába kell bele szűkíteni örömöt, bánatot, meghittséget, szomorúságot, szeretetet meg lehet, csak itt egy kicsit úgy kell összeállítani a dolgokat, hogy ez úgy hihető legyen. És hogy abban a fél órában át tudjunk élni minden egyéb dolgot, de egyébként én nem ragaszkodom a fél órához, tehát igazából ilyenkor azért nem úgy néz ki, hogy mi lemérjük azt a műsort, hogy az most 30 perc, 0-0 másodperc legyen, szerintem az senkinek nem okoz gondot, ha mondjuk egy 35 perc van ebből. Hát és meg a Cserési Beatrix meghajlás után. Igen, és a meghajlás az egy külön tehát műsorszám lesz. Így van. Tehát jövő héten pénteken fél öttől hallhatunk majd titeket. Hát hogyha az átjön, hogy látom, hogy milyen kapcsolatban vagytok, és hogy hogyan, milyen az összhang közöttetek, gondolom ez a dalokon is érződik majd, úgyhogy mindenkit arra buzdítunk, hogy menjenek és hallgassanak meg titeket. Köszönjük szépen! Mindenkit szeretnénk bíztatni, hogy tényleg jöjjenek el, mert ennek az egész együttműködésnek akkor van értelme, ha sokan ott leszünk együtt, és tudunk örülni és várni a karácsonyt. Reméljük, hogy jó idő is lesz, és nem lesz viharos szél, mert az azért el tudja rontani. Köszönjük szépen, kíváncsian várjuk tehát a jövő hét pénteket. Mi pedig akkor most látogassunk el a Nyíregyházi Egyetemre, hiszen ott pedig pilóták jártak, és hát természetesen mi is ott voltunk.